Szintén egy kerekasztal beszélgetéssel megyünk tovább, amelynek témája a multinacionális cégek és a költséghatékony energiagazdálkodás. Most ismerkedjünk meg a beszélgetés résztvevőivel. Gerhard Fischbach, a BOS Mosonszolnoki gyárának igazgatója. Az autóipari beszállító cégcsoport legnagyobb telephelye éppen Mosonszolnokon található, mintegy 1300 embert foglalkoztatnak. Ezzel 1992 óta a térség legnagyobb munkáltatójának és gazdasági szereplőjének számítanak. Igazgató úr tolmácsa Augsner Bianca lesz. Herr Fischbach, herzlich willkommen! Frey Gergely, az ország vezető visszapillantó tükörgyártójaként számon tartott SMR Hungary BT igazgatója, amely Magyarország egyik vezető munkaadója. A 2011-ben alapított SMR Moson Magyaróvár legnagyobb adófizetője volt 2022-ben is, a társaság a helyi sport, kulturális és közösségi élet mecénása. Jó napot kívánok! Következő vendégünk Kis Lajos, a Vál Hungária Kft. Ügyvezetője. Több mint 25 éve vannak jelen Moson Magyaróváron. A világcég az elmúlt 100 évben nemzetközi hírnevet vívott ki magának az elektromos hajnyírók és állatszőrnyírók gyártása terén. Mosonmagyaróvár kiemelt adófizetői, illetve ott vannak a térség legjelentősebb munkáltatói között is, a kultúra és a közösségi élet kiemelkedő támogatói. Kis urat arra kérem, hogy foglaljon helyet itt a többi ülésen, hiszen az a moderátor széke lesz majd. Köszönöm szépen. Dr. Meleg Norbert a következő vendégünk, a Nolato Magyarország Kft. Vezérigazgató helyettese, a magyarországi leányvállalat, a Nolato csoport legnagyobb európai tagja, teljes körű megoldásokat kínál orvostechnikai eszközök és általános ipari ügyfelek számára, a vállalkozás Mosonmagyaróvár kiemelt adófizetője, a kulturális és közösségi élet mecénásai az elmúlt évtizedben elismert munkalehetőséget teremtettek a helyi fogyatékkal élő közösség számára. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak és elfogadták a meghívásunkat. Témánk a multinacionális cégek és a költséghatékony energiagazdálkodás. A téma apropóját azt hiszem nem kell különösebben indokolni. Ha visszatekintünk az elmúlt egy évre, akkor mondanak nekem szorzószámokat? Milyen hullámvölgyeket írt le az energiaszámlájukon az a bizonyos összeg? Itt vannak a mikrofonok. Adok önnek. Be is van kapcsolva, úgyhogy... Igen. Uh-huh. Hát az energiaszámlák, azt mondanám, hogy a tavalyi évben olyan négyszerese volt az energiaszámla az előző évnek. Most már azt látjuk, hogy mennek vissza az energiaárak azért, ahogy nyugszik a piac. Most már talán a márciusi számláink azok a tavalyi számlák alatt lesznek, de azért decemberben azért mindenki azt hiszem, hogy eléggé... erősen számolt, hogy mi lesz, hogyha tényleg az lesz, amit decemberben jósoltak, hogy 400 euró fölött lesz egy megawattóra energia. Szerencsére ez nem következett be. Azt látjuk, hogy az energiapiac az soha nem lesz már olyan, mint az elmúlt 25-30 évben volt, hogy gyakorlatilag teljesen nyugodt. Ez nem lesz. Így erre kell felkészülnünk üzleti oldalról is, illetve beruházások oldaláról is. Frey úr, önök milyen kihívásokkal néznek szembe energiaellátás terén? Hát ugye a tavalyi év az minket is azért elég erőteljesen érintett, főleg itt a nyár elejétől kezdődő időszak. Norbiék szerencsések voltak ezzel a négyszeres szorzóval, amit mondott. Persze szerződéstől függ, de nálunk ilyen 7-8-szoros ára emelkedett az energiaára tavalyi évben. Főleg az ősz második fele tűnt nagyon kritikusnak, illetve az akkori előrejelzések. Aztán köszönhetően azért az enyhe télnek is ugye valamelyest normalizálódott, de még mindig azt látjuk, hogy az idei évre mutatott előrejelzések is 2-3-szoros árat mutatnak, mint amit eredetileg terveztünk. Úgyhogy ezt igyekszünk mi is a tudatos felhasználással kompenzálni valamilyen szinten. Meglátjuk, hogy mit hoz majd az év hátralévő része. Nagyon sok negatív visszhangot hallani még mindig, hogy ilyen szerencse, mint az idei évvel azért minden évben nincsen. Úgyhogy tartanak sokan tőle, hogy mit hoz majd az idei tél, és mennyire lesz hideg, és valóban hol fognak majd az energiárak landolni a nap végén. De mindenképpen mi is igyekszünk a fogyasztásunkat racionalizálni, illetve hát amennyiben ez lehetséges és támogatott is itt Magyarországon, akkor alternatív energiaforrásokból biztosítani az energiafelhasználásainkat. Fischbach úr, önöknél a BOS-nél mi a helyzete tekintetben? Ähnlich wie bei SMR ist es bei uns gewesen im zweiten Halbjahr. Da waren die Preise bis zu zehnfach von dem, was in dem Vorjahr. Jetzt ist es wieder so auf dreifach runtergegangen. Im Schnitt waren es sechsfach und die Strompreise, Gas sind bei uns vor allem Heizung, also nicht wirklich relevant im großen Stile. Glücklich auch, dass der Winter warm war.
Und von daher war das schon eine Riesenbelastung für uns als Automobilunternehmen. Und speziell, wenn man im Spritzgussbereich mit sehr viel Strombedarf unterwegs ist. Und das heißt, hier ist dann, war dann sehr stark gefordert, mal mit anderen Denkweisen ranzugehen, auch mit Smart Devices und Digitalisierung und wie man Strom sparen konnten. Das hat natürlich jetzt auch geholfen, anführungs sehr hohe Preis, wenn man dann investiert, dann hat man einen kurzen Rückfluss der Mittel. Und wir konnten da 18% unseres Strombedarfs senken, speziell in Moschonzolnok, in unserem Werk in Moschonzolnok. Und durch cleveres Handeln. A második fél évben 10-szerese volt az előző évhez képest az áramköltség, de aztán most 3-szorosára le tudták csökkenteni. Átlagban nézve 6-szorosa volt az áramköltség az előző évhez képest. A fűtés nem volt releváns, hiszen ugye enyhe volt a tél, de nagyon sok áramfelhasználás van náluk, főleg ugye az iparban. De ami nekik segített, az a digitalizáció volt, és az, hogy máshogy próbáltak gondolkodni, más gondolkodásmódokat próbáltak alkalmazni, és így tudtak spórolni. 18%-kal tudták az áramfelhasználást csökkenteni, de ez mind okos megoldásokkal, és a gondolkodás megváltoztatása volt lehetséges. Mielőtt rátérünk majd ezekre az okos megoldásokra, még kisurat kérdezem, hogy önöket hogy érintette az elmúlt egy év változása? Hasonlóképpen az áremelkedés az nálunk ilyen 5-szörös áremelkedés volt, ami nehezítette a helyzetet, hogy a villamosenergia szolgáltatási szerződésünk nekünk évvégével lejárt. Úgyhogy ez már egy elég nagy probléma volt, hogy egyáltalán hogyan kössünk, miként kössünk szerződést. Rengeteg opció volt, de sajnos a szakértők se tudták megmondani, nem tudnak jósolni, hogy melyik a jó megoldás. Amit eddig nem alkalmaztunk, mi most alkalmazzuk így közepes cégként, hogy energiabrókerekkel állunk kapcsolatban, és megpróbáljuk így csökkenteni a költségeket. Ez újdonság számunkra, ami ez a folyamat rávilágított, az, hogy muszáj jobban kontrollálnunk és terveznünk az energiafelhasználást. Ez nem volt korábban nekünk fókuszban, most jelenleg már igen, és itt is majd egy kicsit a korábban említett mérőberendezések, hogyan tudjuk jobban szegmensenként, gyártási szegmensenként mérni az energiafelhasználást, ez nagyon fókuszba került. De amit mi első körbe léptünk, az, amit itt a korábban hozzászólók is mondtak, takarékosság. Tehát, hogy ne a árakkal foglalkozzunk első körbe, hanem hogy mennyi energiát használunk fel, és ezt hogy tudjuk csökkenteni. A takarékosságon kívül lehet-e, tudnak-e előre menekülni, tehát mondjuk megújuló energiaforrásokban mennyire gondolkodnak, terveznek-e olyan jellegű beruházásokat, amellyel a jelenlegi energia diverzifikációkat ki tudják váltani? Igen, ugye megújuló energiafelhasználásnak két lehetősége van. Egyrészt nyilván mindenki tud a tetőre napelemet föltenni, vagy akár még egy ilyen PPA-nak nevezett, ezek a hosszú távú áramvásárlási szerződéseket lehet kötni, ez ugye egyre népszerűbb a piacon, akár egy szélerőművel, akár egy naperőművel, ami itt mellettünk van, és akkor ezzel tényleg lehet kiváltani olyan energiát, ami függ a piactól, egy sokkal stabilabb áru energiára. Azt azért tudni kell, hogy ez jóval drágább, mint amennyi normál áron volt a piacon. Tavaly ugye már láttuk, hogy a megújuló energia olcsóbb volt, de ez azért nagyon ritka, tehát azért ez bőven 100 euró fölött van a megtérülése. 100 euró fölött kell, hogy legyen egy megawattórának az ára, ahhoz, hogy megtérüljenek az ilyen beruházások észszerűen. A másik az, hogy ugye lehet zöld energiát vásárolni. A NOLATO 2014 óta 100%-ba zöld energiát vásárol, hogy az igény hogy megnőtt ez iránt, azt mutatja, hogy akkor a zöld energia felára a normál árhoz fél euró volt, idén 12 euró. Tehát ez egy hatalmas nagy ugrás. Ez mutatja egyébként, hogy azok a beruházások, akik zöld energiába fognak beruházni, ez meg fog térülni, mert ezt keresik. Tehát ez a megújuló oldalra való törvény. Itt még ugye nem történt az, hogy mi elkezdtünk spórolni valahol.
de nyilván minden az iparban vannak lehetőségeink. Mi például nagyon magas hőtermeléssel járó technológiát használunk, így például a saját gázfogyasztásunkat azt arra úgy fogjuk kiváltani, hogy a hulladékhőnket hőszivattyúkkal fogjuk hasznosítani melegvíz előállításra és hasonló dolgokra. Frey úr. Hát ugye gondolkodni, mi is gondolkodunk alternatív vagy megújuló energiákban, már csak azért is, mert a vásárlóink egyre inkább köteleznek minket erre, tehát az autógyárak ezt meg is követelik, hogy az új projektek, amik majd indulnak az elkövetkezendő években, ezeket már kizárólag zöld energiából állíthatjuk elő. Az egyik út ugye, hogy ezt megvásároljuk a szolgáltatótól, ami alapvetően egy 10%-kal magasabb áron van, mint a normál energia. Ezen felül azért nagyon nehéz is ezeket az energetikai beruházásokat jelenleg megvalósítani a jelenlegi Magyarországon. Ugye tavaly kijött ez az új rendelet, hogy csak a kompilátorparkkal egyetemben lehet telepíteni például napelemeket, ami ugye jelentősen meghosszabbítja ezeknek a megtérülési idejét. Azon felül az akkumulátorok élettartalma is még kérdéses. Persze hálózatfejlesztéssel, elektromos hálózatfejlesztéssel ez lehet, hogy majd változik, amire ugye várjuk az uniós forrásokat továbbra is. Úgyhogy ez lenne az egyik út. A másik út, sokáig gondolkoztunk szélerőműben is, hiszen azzal is el lehetne látni a gyáraknak az energiaszolgáltatását, de ezeknek is egyrészt a telepítéseire nem adtak kvótát az elmúlt időszakban. Most az elmúlt időben ezt már felszabadították, de ez is olyan feltételekhez kötött, hogy nagyon nehéz őket teljesíteni. Úgyhogy próbáljuk mi is kihasználni a globális helyzetünket, és esetleg más táján a világnak olyan létesítményt létrehozni, amit aztán az ott megtermelt energiának az ellenértékéből itt tudnánk vásárolni zöld energiát. Több mindenen is gondolkodunk, de azért a jelenlegi Magyarországon nem olyan egyszerű ezeket az megújuló energiákat telepíteni, létesíteni, hogy ez megtérüljön is egy vállalatnak belátható időn belül. Úgyhogy mi is próbálunk elsősorban a takarékosságra is törekedni, ahol lehetséges ott kiváltani akár a földgáz felhasználást, vagy csökkenteni az energiafogyasztást. Mi is dolgozunk monitoring rendszereken, amivel jobban tudjuk mérni a lokális fogyasztásokat az épületen belül, illetve az egyes technológiák között, amivel szeretnénk majd további felhasználás csökkenést elérni. De azért várjuk még azt a nagy áttörést, hogy akkor Isten igazából mi is az, amit megéri a jelenlegi Magyarországon egy cégnek, és mondjuk nem kell magát 15 évre elkötelezni, mint mondjuk ez a PPA alapú szolgáltatásoknál, mert azért 15 évre előre látni az egy elég hosszú idő egy autóipari vállalat életében. Nagy kérdések ezek. Fischbach úr az előbb említette a gondolkodásmód megváltoztatását. Milyen irányban kellett a gondolkodásmódjukat megváltoztatni, ami a működésüket illeti, és melyek azok az okos megoldások, amelyekre az előbb utalt, amivel reagáltak a helyzetre? Also einmal ist es ja so, dass es nicht mehr die Frage ist, ob man jetzt in erneuerbare Energien geht oder sondern nur noch wann. Ob das jetzt Forderungen aus der Automobilindustrie sind, die an uns gestellt werden, aber es ist auch der Weltmarkt im Grunde. Larry Fink, das ist der Chef von der größten Vermögensverwaltung BlackRock, hat schon vor Jahren gesagt, die ändern komplett auf erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit. Und das heißt, es wird so dazu führen, dass Banken auch nur noch Firmen fördern. Das heißt, wir müssen alle miteinander, das wird Privathaushalte auch treffen, und wenn Kredite nicht mehr anders vergeben werden. Und deswegen, wir müssen alle in die Richtung vorangehen und das in den Köpfen klar zu machen, dass es nur noch einen Weg nach vorne geht und nicht mehr Verteidigung, das ist einmal ein ganz wichtiger Faktor. Itt most nem az a kérdés, hogy átálljunk-e megújuló energiára, hanem hogy mikor álljunk át. Persze, hogy a kormány is szab határidőket, de Larry Fink is mondta, hogy ők is a megújuló energiára komplett átállnak, és ez azt fogja eredményezni, hogy a bankok is olyan cégeket fognak majd a jövőben főleg támogatni és krediteket kiadni, akik úgy szintén átállnak, és itt most már nem a védekezés ideje van, hanem az, hogy ebbe az irányba tartsunk, és előre tekintsünk, és ne hátra. Ganz wichtiger Faktor war erstmal genau zu wissen, wo ist der Hauptstromverbrauch, wo gehen die Energieflüsse hin, es wird auch gesagt messen, und da sind zum Glück heute gute Technik vorhanden, einfache, auch sehr, sehr günstige Technik vorhanden, Smart Devices, Digitalisierungsthemen,
und dass man mal sichtbar macht als erstes. Also sichtbar machen, dann wissen wir, wo das Ganze ist. Und dann mit entsprechenden Maßnahmen an die Hauptverursacher rangehen und reduzieren. Neu denken, anders denken heißt auch zu hinterfragen, was man, dass alles normal war. Günstiger Strompreis, günstiger Gaspreis, hat man nicht drüber nachgedacht. Und dadurch, dass Privathaushalte auch getroffen waren zu einem Teil, waren die Leute auch in die Richtung schon unterwegs. Das hat es natürlich leichter gemacht. Also wichtig ist messen und dann die entsprechenden Dinge anzugehen. Problem ist natürlich schon die Investitionen. Die sind sehr, sehr langfristig, spielt das Geld zurück. Nicht wie wir heute gesehen haben, 2,5 Jahre waren es bei dem Geothermalkraftwerk hier in Moschemeyer-Ober. Das gibt es normalerweise in der Art nicht. Und das heißt, hier sind extreme Investitionen notwendig. Und das ist natürlich gerade in der jetzigen Phase, wo sehr viel Geld in andere Dinge geht, Material, Mehrkosten, Inflation und die ganzen Sachen, ist das ein ganz, ganz schweres Thema für Firmen, aber auch für Privatpersonen, ganz sicher. Az egyik legfontosabb faktor az, hogy megtaláljuk a fő energiafelhasználást, hogy hol használjuk fel a legtöbb energiát, és manapság már nagyon jó mérőeszközök vannak, sokszor nagyon egyszerű technológiákkal lehet mérni az energiafelhasználást, illetve okos eszközök, amikkel ezzel láthatóvá lehet tenni cégen belül, hogy hol mennyi energiafelhasználás történik. És ugye fontos, hogy láthatóvá tegyük ezeket a folyamatokat, és utána intézkedjünk ezeknek az energiafelhasználásnak a csökkentésével kapcsolatban. Az, hogy máshogy gondolkodni, azt úgy értette, hogy eddig minden olcsó volt, és nem kényszerültek rá az emberek, hogy gondolkozzanak azon, hogyan lehetne másképp ezt meg azt beszerezni. De mivel most minden megemelkedett, ezért máshogy kell gondolkozni, hogyan lehet ezt meg azt kiváltani. Tehát a legfontosabb az, hogy mérjük fel a helyzetet, aztán cselekedjünk. És az, amit a geotermál berendezésre látszott, hogy 2,5 év alatt megtérült, ez ugye normális esetben nem így van, hatalmas extrém beruházásokat igényel, és ugye most, hogy minden költség megemelkedett, itt a multicégeknél is, hogy ez egy többletköltséggel jár, és ez így nagyon nehéz kivitelezni. Kis úr, a takarékosság mellett lehet-e önöknél is a kulcs szó a megújuló energia? Igen, ebbe az évbe tervezünk napelemrendszer telepítését. Ez jelenleg már tervezési fázisban van. Hát bízunk benne, hogy minél gyorsabban el tudjuk indítani ezt a telepítést. Ez még, ugye ez most egy kicsit a szolgáltatóra is vár, vagy a mondhatjuk itt az EU-ra, hogy akkor a tervezést elfogadja. Ettől azért sok mindent várunk, azért döntöttünk emellett, mert viszonylag kisebb beruházással az energiafelhasználásunk 30-40%-át mertük bevállalni, hogy ezzel a beruházással tudjuk fedezni. Másba, ebbe az évbe valószínűleg nem fogunk tudni beruházni. Tehát a hőszivattyúrendszerekben is gondolkodtunk, felmértük ezt a lehetőséget is. Jelenleg most ez a gazdasági helyzet, nekünk ez nem teszi lehetővé. Az is látszódik, hogy amit a Fischbach úr is említett, hogy nagyon szép számokat látunk ilyen 2,5 éves megterülésekkel. Azért a jövőben, hogyha egy kicsit belenézünk az árakba, azért nem ebbe az irányba mutatnak, tehát hogy nem látszik akkor a drasztikus emelkedés, mint ami előző év végén látszódott. Így ezek a megtérülések, ezek nem valószínű, hogy 3 év alatt maradnak megtérülési számok. Hát még a takarékossághoz csak annyi, hogy ugye a takarékosság szerintem azért fontos, vagy azért is fontos, mert nagyobb beruházás nélkül, mint ahogy az előbb említettem, 15-20%-os energiafelhasználás csökkenést lehet elérni. Rengeteg olyan döntés is, ami még ebbe kulcs talán, hogyha dolgozókkal, kollégákkal közösen tényleg végigbeszéljük a lehetőségeket, és tudjuk mérni a veszteségeket, mert ezt inkább veszteségnek nevezném, akkor tudjuk, hogy mi az, amit kell csökkenteni, és tényleg csak úgy kell csinálni, mint ahogy otthon gondolkodik az ember, tehát ha nálunk világítás volt az elsődleges, aztán fűtés. Ebbe, amit tudunk még hozzátenni, hogy maga a gyártóterületnek az átszervezésével is tudjuk csökkenteni például a fűtendő területeknek a négyzetméterét vagy köbméterét. De hát igen, az elsődleges náluk most az, hogy a gázfelhasználást amennyire csak lehet
csökkentsük majd még a energiafelhasználás mellett is így a jövőben. Az anyacégeik mennyire hagyják önöket egyedül gondolkodni ebben a helyzetben? Mennyire ösztönzik a dekarbonizációt, illetve szolgálnak-e jó példákkal? A Nolato csoportnak, ahogy itt hallottuk egyébként, tehát valóban ez van, hogy a vevőink azok ezt megkövetelik. Előre kell menni, többféle mérőszám van, többféle program van, amihez csatlakoznunk kell, amiben folyamatosan mutatnunk kell, hogy a fenntarthatósági céljainkat, azokat hogyan és milyen módon érjük el. Úgyhogy ez egy cégcsoport elvárás, támogatják. Például, amit itt beszéltünk, teljesen igaz, ez a hőszivattyús megoldás, ez a soha meg nem térülő. Tehát legalábbis normál üzleti gondolkodás mellett ez soha meg nem térülő beruházás. Ettől függetlenül, mivel a cégcsoport előírta a teljes dekarbonizációt 2030-ra a Nolatóba, ezért ezt meg fogjuk lépni, akármennyibe kerül. És a tulajdonosaink emellett vannak. Szerencsére egy olyan környezettudatos tulajdonosi csoportja van a Nolatónak, hogy ezt elvárják. De ezt elmondhatom egyébként a vevőink nagy részéről is, hogy ők ezt mind elvárják, hogy ebbe az irányba menjünk. Ez volt a motiváció az iránt, hogy 2014 óta mi csak zöld energiát vásárolunk. Tehát nincs önmagában karbonkibocsátása annak, amit mi gyártunk. Nyilván, amit mi földolgozunk a műanyaggyártásnak, annak azért, tehát a műanyag alapanyaggyártásnak, annak nagyon magas a karbonkibocsátása, de ez megint választás kérdése, hogy mondjuk Lengyelországból vesszük azt a műanyagot, vagy Németországból vesszük azt a műanyagot, ahol nagyon magas a karbonkibocsátás a gyártásba, vagy mondjuk Franciaországból, Olaszországból, ahol jóval alacsonyabb ez. Mint az előbb is említettem, hogy a Madarzon is egyébként támogat minket ezekben az ötletekben. A Madarzon cégcsoport 2040-re kötelezte el magát, hogy karbonsemleges lesz a kibocsátása. Van egy célértékünk, amit követnünk kell, évente mennyivel kell csökkentenünk a kibocsátást. Ehhez ugye definiálták a megfelelő mérőszámokat, amin keresztül ezeket mérik. És igenis, nem is az, hogy engedik, támogatják, hanem kérik is, hogy próbáljunk lokálisan megoldásokat kidolgozni erre. Persze ugye ez attól függően, hogy éppen az adott telephely hol van a világon, meg a helyi szabályozások, ez változtatja a lehetőségeket globálisan. Ezért aztán van egy központi csoport, aki ezzel foglalkozik, aki pedig központi megoldásokban gondolkodik, illetve a legjobb ötleteket megpróbálják a világ egyik részéről a másikra átvinni aztán. Igyekszünk ezt teljesíteni. Én azt gondolom, hogy elindultunk ebbe az irányba. Nem is csak a vevők nyomása miatt, hanem gazdasági megfontolásból is, illetve hát ugye a mi cégcsoportunknak a tulajdonosi kör is elkötelezett a fenntarthatóság mellett, úgyhogy ahogy Norbi is említette, mi is odafigyelünk arra, mit honnan vásárolunk, mekkora annak az adott terméknek az ökológiai lábnyoma, hogyan tudjuk rövidíteni a beszállítási útvonalakat, tehát nem csak a lokális kibocsátással foglalkozunk, hanem maga az a teljes termék előállítási folyamatban, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a környezeti terhelésünket. Ötletek vannak, dolgozunk ezeknek a kivitelezésén. Fischbach úr. Es ist genauso wie bei den anderen Firmen. Bei BWS haben wir schon vor einigen Jahren haben wir eine kleine Gruppe gegründet, die an die oberste Geschäftsführung der BWS-Gruppe berichtet zur Nachhaltigkeit. Und dort werden dann die gesamten Projekte weltweit zusammengefasst. Alle Werke geben die besten Ideen und es wird ausgetauscht, beziehungsweise man kommt mit seinen Vorschlägen für Investitionen und geht dann entsprechende Projekte an. Dafür brauchen wir aber auch die entsprechenden Rahmenbedingungen in einem Land. In manchen Ländern sind die Rahmenbedingungen einfach vorteilhafter, in diese Richtung zu gehen. Und die lokalen Bedingungen sind da schon auch sehr richtunggebend, sage ich mal, was möglich ist. Nálunk ugyanúgy zajlik minden, mint a többi cégnél, sőt, kialakítottunk egy kis csoportot, aki közvetlenül a vezetőségnek beszámolókat küldenek, és ötletelnek a fenntarthatóságon, és ezt hogyan lehetne megoldani, valamint beruházási javaslatokat tesznek, és közösen megpróbálják a legjobb megoldásokat megtalálni. De ugye ez attól is függ, hogy mit tudnak alkalmazni, mi az, ami működik, hogy mondjuk regionális szinten milyen feltételekhez vannak kötve, milyen keretfeltételek között kell nekik tevékenykedni.
Ein Beispiel ist die Solarenergie. Man kann nur installieren das, was man selbst verbraucht. Man kann nicht in das Netz einspeisen. Und dann kriegt man die Genehmigung nicht. Und das ist in den meisten Ländern anders. Das heißt, hier ist man schon sehr stark beschränkt. Und wie man im Grunde dann auch, was man installiert, welche Kapazität man installieren kann. Viele erneuerbare Energien, Ungarn ist prädestiniert für erneuerbare Energien. Geothermie, Wind ist da, Sonne ist da. Wasser zwar nicht so in einem so großen Maße, dass man es extrem verwenden könnte, aber da ist die Möglichkeit groß. Aber vom Großteil dieser Möglichkeiten ist es ganz, ganz schwer bis unmöglich, hineinzugehen als Firma oder als Privatperson im Grunde dort dann entsprechend Windenergie, ein Windrad aufzustellen oder sowas. Fast unmöglich. Und Geothermie wird auch ungarnweit relativ wenig genutzt, was mich überrascht hat, wenn ich die Statistiken gesehen habe. In Costa Rica verwenden sie davon 8% für den Energiemix, hier ist es nahe Null. Und was mich überrascht hat. Und also da ist, glaube ich, auch, wenn man dann eine höhere Flexibilität landesweit hätte, glaubt da würde es ganz viel Potenzial auftun und die Gesellschaft in Summe, inklusive der Firmen, würde dann stark nach vorne gehen. Ugye például itt a napenergiával kapcsolatban is csak annyit lehet felhasználni, amennyit ki is termelnek, nem lehet visszatermelni ugye a hálózatba, akkor nem kapják meg az engedélyt. Ugye maga Magyarország egy olyan ország, ami igazából tökéletes helyszíne lenne a megújuló energiáknak. Itt van a geotermikus erő, a nap, szél, talán a víz kevésbé, a vízenergia, de rengeteg lehetőség áll az országnak itt rendelkezésére. Csak úgy látja, hogy keveset használják, sőt, nagyon nehéz, vagy sokszor meg ellehetetlenítik ezeknek a beruházását. Például a Costa Ricában 8%-át kiteszi, itt közel nullát, és itt azt úgy látom, hogy a rugalmasság nagyon fontos lenne, mert ha meg lenne a kellő rugalmasság, akkor nagyon sok lehetőséget lehetne használni, és mind a népesség, mind maga a cégek is akkor előre haladhatnának ebbe a fenntarthatóság felé. Vál Hungária. A Vál amerikai központú cég, és elkötelezett szintén a fenntarthatóság felé, viszont ez nem csak az energia felhasználás csökkentését jelenti, sőt elsősorban nem ezt. Ebben nem érezzük ezt, azt a nagyon nagy támogatást az amerikai központ irányába. Ami felé elkötelezett az az, hogy maga a termékek előállítása már a tervezésnél is, gondoljunk erre, hogy fenntarthatóság, és akár a termékek életciklusát, akár maga a termékek használatát, ezt növeljük meg mondjuk a versenytársakéhoz képest, ahol 2-4 év a használati idő. Használjuk tovább egy ilyen tartós fogyasztási cikket, és ezzel járuljunk hozzá globálisan ahhoz, hogy fenntartható legyen a jövő. Uraim, kevés időnk maradt. Önök említettek az előbb két határidőt, és az egyik 2030, a másik 2040, hogyha jól emlékszem. A bevételük hány százalékát fordítják dekarbonizációra mondjuk ebbe a következő 5-10 évben? Hát ez így nem egy üzleti mutatószám, hogy a bevétel hány százaléka egy beruházásra. Ez két különböző téma. Azt mondom, hogy nyilván költségbe azt tudjuk most már 10-12% körülbelül a felára a zöld energiának, és azt látjuk, hogy ha az energia, a normál energia piaci ára tovább fog csökkenni, akkor ez a felár ez tovább fog nőni, hiszen ennek van egy nullpontja, valahol ott 100 euró, 95 euró körül van ma Magyarországon, ahol már nem fog a zöld energia olcsóbb lenni. Tehát van egy ilyen, tehát ez nyilván attól függ, mennyi energiát használunk föl, de azért ez egy jelentős tétel. Az, hogy beruházás, ahogy a beruházásainkból mennyi megy erre, azt mondanám, hogy azért a legtöbb beruházás az nem saját beruházás lesz. Tehát a nagy dolgok, egy naperőmű, egy szélerőmű, az inkább ez a hosszú távú áramvásárlási szerződés lesz, és itt valaki más fogja a beruházást csinálni. És azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon fontos a szerepe az államnak, hogy ezt megkönnyítse. A cégek életében egy üzleti ciklus, most minden cégnél más, 2-3-4-5 év, ez alatt ezeknek nincs megtérülése. Tehát innentől kezdve az kell, hogy egyrészt a szabályozó környezet olyan legyen, hogy rászorítsa a cégeket erre,
másrészt támogassa a cégeket ezeknek a megvalósításába, tehát kell egy olyan szabályozó környezet, ami ezt segíti. Ez azért már Magyarországon nincs teljesen rendben. Tehát például tavaly vagy háromszor változtatták a naperőművek telepítésére vonatkozó szabályokat, emiatt állt az összes projekt. Tehát ez egy komoly probléma volt. A másik oldalról pedig ugye kell pénz ahhoz, hogy ez valahogy megtérüljön, és ehhez kell egy gondolkodásmódbeli változás is nekünk, fogyasztóknak, mint fogyasztóknak. Mert itt föl kell készülnünk arra, hogy ettől minden drágább lesz. Tehát ez nem titok, tehát ettől nem lesz olcsóbb az életünk, ettől minden drágább lesz, és egy kicsit kényelmetlenebb is lesz. Most ezt vagy elfogadjuk, vagy rohanunk tovább a katasztrófába. Tehát szerintem ezek a fontos dolgok. Frey úr. Én is egyetértek a Norbival ezzel kapcsolatban, hogy ez nem alapvetően egy bevételarányos mutatószám, hogy mennyit fordítunk környezetvédelemre. Én azt gondolom, hogy a Madarzon elhivatott volt mindig is arra, hogy kövesse a fenntarthatóságot, és egészen addig ameddig ez az üzleti céljait is szolgálja, hosszú távon hajlandó ebbe beruházni. Persze vannak olyan típusú beruházások, ahol nem mi leszünk, vagy valószínűleg nem mi leszünk közvetlenül a beruházók, de az fontos felismerni, és ez nagyon fontos aspektus, amit mondott a Norbert is, hogy ez drágítja alapvetően a termékeinket, drágítja az életünket, és ehhez nem is csak az állami támogatásra van szükség, de mondjuk a vásárlóinknak is szükséges a támogatása, hiszen ez azt is eredményezi, hogy majd mi a saját termékeinket is drágában tudjuk értékesíteni feléjük, amit ők a követelményeket támasztanak, de az ellentételezést is akkor gondolni kell rá, hogy ezáltal drágábbá válik a termék. Úgyhogy azért még itt néha érzek zavart a megítélésben, hogy ez a fenntarthatóság, ez valóban egy elhivatottság, vagy egy jól hangzó szlogen jelenleg, és mennyire vagyunk hajlandóak felvállalni az ezzel járó nehézségeket, akár kormányzati, akár vásárlói, akár a mi vállalatunk szintjén is. Én azt gondolom, hogy az elgondolás azt elültették már mindenkinek a fejében, és dolgozunk is ezeken a megoldásokon, de előbb-utóbb majd döntéseket kell hozni, és akkor fog kiderülni igazából, hogy milyen irányba megyünk tovább. Fischbach úr. Die Zeiträume, die jetzt hier in den europäischen Unternehmen, ob das jetzt 2030, 2040, 2035 ist, ist alles relativ ähnlich. Und das heißt, die Investitionen fließen in diese Richtung, müssen in diese Richtung fließen. Wo ich nochmal zurück will, die Rahmenbedingungen, die Gesetze, die Vorgaben, die Vorschriften, die werden alle gemacht durch den Staat. Das heißt, hier müssen wir Lösungen finden, gemeinsam dieses Thema dann auch anzugehen. Also im Grunde auch Förderung zu flexibilisieren. Anstatt komplexe Programme kann man auch sagen, ich gebe so und so viel Förderung pro Kilogramm eingesparten CO2. Und das aber auch dieses Programm auch auf 10 Jahre, sage ich mal, nicht nur für dieses Jahr ein kleiner Topf, sondern langfristig aufsetzen, sodass man im Grunde solche Investitionen, die wir planen, die auch teilweise langfristige Vorarbeit benötigen, dass das dann auch angegangen werden kann. Wenn ich jetzt einen Topf habe, für in den nächsten paar Monaten kann ich eine Förderung bekommen, aber ich habe eine Vorbereitung von einem halben Jahr oder Jahr für die ganze Thematik, dann fällt das schon oft raus. Das heißt, wir brauchen hier ein Stück Flexibilisierung in der Unterstützung. Selbstverständlich übernehmen wir unsere Verantwortung als Firmen. Und, aber das Energiemonopol ist immer noch zum großen Teil beim Staat. Und deswegen brauchen wir hier ein Zusammenspiel, sodass das dann auch erfolgreich in diesen Zeiträumen umgesetzt werden kann, wo das auch notwendig ist. Ugye nagyon hasonlóak a határidők 2030, 35, 40. És mindegyik beruházás ebbe az irányba tart, és ebbe mutat, viszont az előírásokat, a törvényeket az állam szabja meg, ezért nagyon fontos, hogy a közös támogatás is etéren, de elsősorban az állam részéről fontos, hogy rugalmasabb feltételeket adjanak a támogatásokhoz. Itt az, hogyha most pillanatnyi kis projektek vannak, és pillanatnyi támogatások, az nem segít abban, mert a legtöbb beruházásnál hosszú távú támogatásra van szükség, mert maga a tervezés folyamata is hosszú távú, fél év, egy éves, és hogy csak szakaszosan kapnak egy támogatási összeget, az összességében nem fog őket abban segíteni, hogy ezeket a hosszú távú beruházásokat véghez tudják vinni. Szóval mindenképpen rugalmas támogatás kell,
És ebben nagy szerepe van az államnak is, mivel most jelenleg ők vannak monopól helyzetben ugye az energia szinten. Kis úr. Talán azt mondhatnám, hogy a fenntarthatóság mellett minden multinacionális cég elkötelezett, és most ezt én legalábbis úgy érzem, hogy mi részben még csak szlogán. Ez egészen addig a pontig nem lesz az, amíg a mi iparágunkban például vevők meg nem követelik, hogy olyan cégektől vásárolunk, és abba az irányba megyünk el, akik, amelyik cégek elkötelezettek és tesznek is a fenntarthatóságért. Ennek a mérése, meg az összehasonlítás az nagyon nehéz lesz, úgyhogy most még a mi szempontunkból ez egy kicsikét még szlogennek látszódik. Van tehát minden oldalon teendő. Azt gondolom ebben a kérdésben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak és beszélgettünk.